A Haladás NB1-es labdarúgó csapatának névadó szponzora úgy döntött, hogy nem csak a felnőtt együttest támogatja, hanem komoly összegeket áldoz a gyerekek sportolására is. Így indulhatott el Szombathelyen a Svitelszki Ovi foci bajnokság. Nem titkolt célunk az, hogy a Svitelszki a Haladás névadó szponzoraként kicsit többet szeretne annál, mint hogy a nagy csapatnak a névadó szponzora. Szeretnénk látni azt is, hogy a gyerekek, a fiatalok is szeretnek sportolni. A bajnokságban 8 csapat indult el, a mérkőzéseket 2 olyan intézményben rendezik meg, melyek már rendelkeznek kisméretű műfüves focipályával, ezek pedig a Mocorgó és a Maros utcai óvoda. 2015-ben építették az Ovi foci alapítvány és Szombathely önkormányzata jóvoltából egy pályázat kapcsán az Ovi foci pályánkat. Azóta az udvari játékok köresokban bővült, hiszen a pályán lehet focizni, kézilabdázni, kosarazni. Az óvónők rendszerint foglalkozásokat terveznek a pályán. A két csoportba sorsolt csapatok 2 forduló során döntenek a helyezésekről. Az izgalmas mérkőzéseket sok szülő tekintette meg, de rendszeres vendég volt Kocka Tibor, sportért felelős alpolgármester is. Úgy gondolom, az nagyon jó, hogyha ők is látják, hogy egy csoportban a bajnokság hogyan dől el, hogyan szereznek pontokat a csapatok, és hát ami a legfontosabb, hogy megtanulják a sportot szeretni, és egy életenek szeretni. A 4 legjobb óvoda június 21-én dönt majd az érmes helyezésekről. A névadó szponzornak köszönhetően azonban senki sem marad ajándék nélkül, mert valamennyi csapat és játékos tárgyjutalomban részesül majd.